Na, kérem, újra itt, megint egy kis imperátorom, ugye? Újra kezdjük, mert a Halikarnassos-i történet az befucsolt, elfüstölt, minden baja volt, viszont nekünk itt van egy Argos, amivel indítunk egy új játékot, és miért pont Argos? Mert nekik van elérhető már a játék legelejétől vas, ezzel pedig a nehéz gyalogság toborzásának lehetősége. Ami azt is jelenti, mármint ez nem jelenti azt, de az, hogy Argosz anyjuk, az azt is jelenti, hogy potenciálisan be fog minket garantálni Makedónia, tehát tőlük egy ideig valószínűleg nem kell tartani. Nem Iron Man-be megyek, mert különben szarakodni fog a automata mentés havonta. Úgyhogy inkább normál van, de természetesen mentést így sem fogunk visszatölteni, mert az a gyengeség jele. Na. Ja. Hát ezeket az ilyen adókat meg... Úgyhogy ezekre már beszéltem a múltkor, hogy miben változott itt az innovations, meg az ilyenek, vagy inventions. Ezeket itt felvásároljuk. Import route, hát hozzunk be zöldséget. Egyiptomból importálok mindent egy helyre. Szerintem fontos, hogy ne a szomszédoktól, mert hogyha elmérkésítik a viszony velük, akkor hajlamosak visszavonni a kereskedést, ami nekünk nem jó. Na de kezdjünk el szövetségeket kötögetni még ennek. Ugye Argosz is demokrácia. Ezt mondanom sem kell. Jó. Rátok pedig elkezdünk claimeket fabrikálni. Troizen és Epidaurosz. Ugye ez a kettő általában. Nincs kép. Ez hogy lehet? Amúgy hello. Érdekes, nem tudom, hogy már nincs. Pedig nálam. Nálam azt mondja, hogy van. Egy pillanat akkor. Hát pedig nálam van kép, akárhogy nézem, úgyhogy nem tudom, hogy mi a baj. Ugyanis itt most váltottam át Twitchre, elméletileg jó, úgyhogy sajnálom. Nem tudok mit tenni. Frissíts talán, vagy nem tudom. Na tehát Epidaurosz és Troizen általában Spártával szokott szövetkezni, ami most valamilyen messzenája szövetkezett. Ami nem gáz, mert akkor legalább egy Epidauroszt és Troizent azt probléma nélkül el fogom foglalni, ha minden igaz. Közben kéne keresnem még egy szövetségest. Mantineia és Sim of Sim Stymphalos. Isten, milyen nevek vannak itt. Tehát ők velük kötöttem szövetséget, ők most már így hárman bőven elegen vagyunk ahhoz, hogy eltiporjuk Epidauroszt. Amúgy Epidaurosról azt is tudni, hát nem illik, nem is kell tudni, csak érdekesség, hogy ma már félig el van süllyedve a város, vagy hát bizonyos részei víz alatt vannak, de pont úgy, hogy akár a levegőből látszódjon is, úgyhogy nagyon érdemes rákeresni szerintem mondjuk a Google Maps-ben. Közben velük egy kicsit improvoljuk a relationship-et. A végén még itt beindzott állnak, jó van. Nagyszerű. Datóját már ugye importálok, meg zöldséget. Akkor rendeljünk márványt. Természetesen azt is Egyiptomba.
Jó, felmondták a szövetséget, nagyon jó. Rohadékok. Hát akkor így már nem. Nem improvolom velük a kapcsolatot. Nem érdemlik meg. Egy pillanat megint. Jó. Újra itt vagyok. Na. Hat van arany, hát szerintem kezdjünk el toborozni, én azt mondom. Mennyi van? Most még három nehéz gyalogost mondjuk. Jó pár könnyű gyalogost és íjászt is még. Úgy közben csődbe mentünk, mert befogadtunk valami írót, aki azt mondja, hogy ha biztosítunk neki szállást, akkor a költeményében, vagy hát az írományában jó nagy szerepet fog kapni Argosz, mint helyszín, úgyhogy meglátjuk, mi lesz belőle. Így ez ilyen jó kis bónuszokkal szokott járni, ha erre készül. Autonómia. Micsoda? De néhányan elkezdték az infrastruktúrát fejleszteni engedély nélkül a városban. És hogy hogyan reagálunk erre? Hát azt mondom, hogy oké, mert fejleszték az infrastruktúrát, hát csinálják. Jó az nekünk. Na, van claim. Akkor megvárjuk, amíg elkészülnek a maradék kohorszok, ezredek, és akkor utána indítjuk a támadást. Ja nem, Spárta nem szövetséges, hanem begarantálja őket. Így viszont tényleg kelleni fog még egy szövetséges. Például Megalopolis. Aminek, ha jól emlékszem, szintén de viszonylag nagy kiterjedésű romjai láthatóak ma már. Szintén a Google Maps-ben. És nem fizet nekem a Google azért, hogy ennyiszer kimondom a nevét, csak simán érdekességnek. Érdekességként mondom. Na, befejezte az írományát ez a... az az író. Nagyon népszerű nálunk, de... de kívülre már nem nagyon terjed a határokon. Nem baj, egy ilyen lokális írás. Azért született, és ez is növeli kicsit az adót. Kíváncsi vagyok, hogy ez jelentkezni fog a bevételekben? Hát nem. Mindegy. Nem tudok hadat üzenni, akkor meg kell kenni egy kicsit a szenátust. Vagy hát fenyíteni őket. Hogy már pedig de háborúzni fogunk. Na most már rá tudom erőszakolni az akaratomat. Na! Epidaurosz és Troezen a tét. Ellenünk Spárta és ugye az említett kettő városállam. És az én szövetségeseim természetesen jönnek. Kicsit már nagy a tiranni. Zsarnokság, de hát ez van. Na, hadvezér, az kell. Te megfelelsz. Na gyerünk. Ezzel nem kellett volna ennyit várnom. Későn jutott eszembe, na mindegy. Ne, hogy elverjenek, mert hülyét kapok. Jó. Na, akkor azt csináljuk, hogy szépen... Amint megjelenik egy új erő, annarra rá kell menni, akárhogy áll az ostrom. Amit lehet, el kell taposni, főleg ezeket a spártai. Nem tudom, mennyien lesznek igazából, nem hiszem, hogy többen, mint mi. Ketté szelem én ezt a sereget. Az egyik felét visszaküldöm Argoszba. Mert így csak kapják a lemorzsolódást. Tizenhétezer fő. Na, hogy elmenjen meg Megalopolis, mit csinálnak? Jöjjenek vissza! Mit csinálnak? Ja nem, ez nem Megalopolis, ez... De ez Megalopolis. Ajaj, ajaj, na jó! Vissza!
Folytassák ők az ostromot. Ajaj, ajaj, és kellett nekik elmenniük, Istenem! Így hülyék, hülyék, áh! Ezt nem hiszem el. Istenem! Barmok! És oda mennek és egyenként elveretik magukat. Hát ez sok értelme volt meg a lopolis, gratulálom, köszönöm szépen, hogy elcsesztétek nekem a háborút. Istenem! Zseniális húzás! Zseniális volt! Tényleg, őszintén mondom. Gratulálok! Rohadékok! Már kezdődik a bullshit áradat. Na nem baj. Inkább várok még egyet. Az, hogyha Argos elesik, akkor vége van a dalnak. Tehát akkor jöhet az új játék 2. Ó, Isten. Jönnek velem? Jönnek. Legalább minimális esélyünk lesz nyerni. De nem, nem nyerjük meg. Hát... hát ez zseniális. Komolyan mondom, beszarok, amit ez a játék művelni. Tehát a szövetségesek nagyon hasznosak, tényleg. Ott hagynak, amikor kell, támadnak, amikor nem kell. Teljesen jó, na mindegy. Kezdjük el az újat. Ebből nem eresztek. Nem találjuk fel a negyedórás streameket. Elég olcsó kifogás lenne. Jó. Oké, gyümölcs. Márvány. Jó. Mi az hormosz az, amúgy a Romta Tower 2-ben is benne van. És kigyerni készségképpen megjegyzem. Mit akarok? Még datóját mondjuk. Ja. Nem kötünk szövetséget. Epidaurosszal. Annál inkább Mantineával. Megalopolisszal megint. Ha jól nem hallom, akkor megint úgy döntött a zene, hogy mostantól nem lesz. Na mindegy. Olcsó tábornokok. A 6 az nem egy túl kiemelkedő érték a Marshallnál. Na mindegy. Itt szerintem nem kell váltani, és nagyon érdemes változtatni. Az... mi ez? Nem irodák, mi ez? Hivatalokban. Katonai frakciónak most viszonylag nagy a támogatottság, az valószínűleg le fog zuhanni, mire indítom itt a harcokat. Jó. Jó lesz ez, elfogadjuk a kenőpénzt, úgyis kelleni fog háborúzni. Hello, Laci! Régen voltál itt. Na szóval, ez most egy kicsit több empowert akarok hagyni, hogyha megint lebőgnék úgy, mint az előbb, akkor... akkor legyen mivel pótolni, mert az előbb az volt a baj, hogy hagytam 50 darab embert tartalékban. Ez nem volt túl bölcs dolog. Úgy tűnik. Na, menjél te olimpiára sportolni.
Na még kettő kohorsz, ugye a klémek már megvannak. Igen, Spárta megint begarantált őket, viszont nekem most van három szövetségesem. Ez már elméletileg elég kell, hogy legyen. Jobb emberem még mindig, habár 6, hát akkor inkább ő legyen tábornok. Jó, na fullon van a morál. Támadjunk, bejunk mindenkit. Gyorsan igyekszem le is csapni ezeket. Ajaj, mi? Hát azért ilyet. De én inkább visszavonulok. Argozva. Jó van, fog ülejtették a parancsnokat, nagyon jó. Isten, ezt nem hiszem el. Mik zajlanak itt? Komolyan mondom. Hát röhely. Ja, megjönnek meg a spártaiak is, akkor itt... Ajaj, ajaj, ajaj. Nem tudok elmenekülni. Minden tekintetben rosszabb a seregem, mint az övéké. Na Istenem. Jó, kicsit verekedjetek, aztán visszamenekülünk Vanteniával. Tovább úgyse tudnak jönni, amíg el nem foglalják Argoszt. Nem baj, nem baj, csak nyugalom. Még viszonylag nagy erők maradtak meg. Igaz, hogy a morál az ilyenkor már seglassan megy vissza. Mondjuk lehet, hogy érdemes lenni ezt a spártai kontingenst itt elverni. Mert morálom az nagyon alacsony. Esél az loser tábornok, és miért csak 6 csillagos vagy? Ez 6-os értékű tábornok a legjobb. Szánalmas, na várjunk csak. Ezért, hogyha kicsit megerősítem a military, a katonai frakciót, akkor tudok disziplinát kapni cserébe. Páron még jöhetnétek, igazán. Jó, megint elfoglalták Argoszt. Jó emberek, én ezt addig fogom erőltetni, amíg nem sikerül, nem érdekel, most már csak azért is. Most már csak azért is. Elegem van. Töketlenkedésből. Na Argosszal simán el kell tudni foglalnom megint ezt a két nyomorú tartományt. És nem sikerül valamiért, Isten, de esküszöm emberek, akárhány, na. Hol volt például eddig a 10-es képességű tábornok? Hiszem el. Na. Eddig akárhányszor elkezdtem egyedül, sikerült elfoglalnom Epidaurost és Troyzent. Most valamiért nem megy. Na mindegy. Jaj. Nem akartok szövetkezni. Itt jó. Ti is gyertek. Manteni játék, be akarom szervezni azért. Miért nem tudok Egyiptomból importálni? Nem tudok Egyiptomból importálni. Fura. Jó van. Nehéz az élet, emberek. Hihetetlen. Lehet, hogy nem kellett volna ilyen gyorsan elkezdeni toborozni, mert így most fogy a pénzem, és nem jön be bevétel.
Ez ostobaságot, jó, addig leveszem a fenntartást, még az ilyeneket. Még úgyis messze vagyunk egy... Mármint a háborútól. De minimum egy kereskedelmi útvonalat még meg akarok kötni. Habár ugye a három lenne az ideális. Sparta ugye megint messze miával van szövetségben. Hát fazd meg. Mikor? Áprilisban jelent meg, idén. Nem kapott túl nagy hype-ot. Ugye hát elég réteg játékról van szó, meg a kezdeti értékelései sem voltak túl jók, érthető okokból. Kicsit volt pár átgondolatlan dolog benne, de ugye most adták ki ugye az 1.2-es Cicero patch-et. Azzal most helyre raktak benne jó pár dolgot, többek között ugye az építkezést, kicsit ezeket az influence meg power pontokat, szóval ja. Most azért már sokkal jobban működik. Na, hogy állunk? Megvannak a klémek, megvan a hadsereg. Pénz egyenlőre van. Most már nincs. Amúgy ez egy, nem tudom, hogy a, esetleg a magát a zsánert, ugye ezt a Grand Strategy-t, ezt ismered-e vagy sem. Ugye itt inkább az birodalom ország menedzselésén van a hangsúly, meg a háborúk, onnan pedig a direkt ütközeten, mint mondjuk egy Total War-ban. Na, felajánlott a szövetséget magától, helyes. El is felejtettem, hogy kéne. Akkor én most kivel vagyok? Megalopolisszal és Mantenejával. Ők innen akarnak jönni. Azania sem akar jönni Herájra. Te viszont ketten lehet, hogy bajban leszünk. Na mindegy. Toljuk fel a hadsereg fenntartást. Készüljünk a háborúra. Egyelőre ennyi innovációt megvásárolunk, több nem kell. Beállítunk egy bottleneck stratégiát mondjuk. És ha minden igaz, akkor mehet is a harc. Na, Isten, már rohadt szenátus van megint. Nem lehet sokáig szórakozni, mert túl sokan feltolja a tirannit, meg csökkenti a stabilitást. Na mindegy, akkor emberek harmadik próbálkozás, fél órán belül. Lehet, hogy ebből még 6 is lesz 8-ig, úgyhogy mindegy. Na, na, így kell, az egész epidaurosi hadsereg, nem a levesbe, így kell kezdeni. Ez az előbb, vagy az első két alkalommal nem jött össze, most már itt volt az ideje. A közben a... Aha, megalopolisziak, meg gondolom van tenejaiak is. Éppen elverik Spártát, bizony. Helyes. Nincs szükségünk rájuk. Nyomorult izékre, köpönyeg forgatókra. Ezt nem tudom, miért mondtam. Ugye valahol itt volt a termopülei ütközet, ahol most itt Epidaurosz és a Makedón Korintosznak a határa van. Hát Thor Roizen serége megtámadott. Nem kellett volna. Ja, szóval valahol itt volt. Érdekességképpen mondom.
Igen, itt a szvákével 150 évvel utána vagyunk. Na, Epidauroszt elfoglaltuk. Jöjjön Troizen. Spárta közben 10 000 emberrel cirkál mindenfelé. De manteniaiak megint csak megállították, legalábbis az egyik kisebb kontingens. Megint inzultálva lettem, ki inzultál engem folyamatosan. Ja, hogy ugye a kettő szövetség is inzultál engem. És hogy ugye mondtam az elején, hogy a Makedónia begarantált, úgyhogy tőlük nem kell tartani. Ha minden igaz. Na, közben elverték a mieinket. Harmadszorra csak sikerült a spártaiaknak megoldaniuk a dolgot. De majd menni megyek és felszabadítom meg a Megalopoliszt az ostrom alól. Ha egyszer elfoglalom Troizent végre. Hát ez el most lesz. Most jön. Akkor addig bevásárlok még egy-két innovation-t, vagy invention-t. Eligazolok már az összeset. Van rá pénzem, közben nagyon lassan halad az ostrom. Na, persze, amikor nem figyelek, akkor megmegy azonnal. Na jó. Irány Megalopolis. Felszabadítjuk őket. Na, meggondolják magukat lassan? Nem. Bevállalták az ütközetet. Hát nem kellett volna. Ugye Spárta is már rendelkezik. Ugye nekik is van ugye vasuk. Látjátok, hogy itt bányásszák. Vagy itt ez a gutz, amit termel ez a provincia. Hogy megye. Úgyhogy ők is tudnak rögtön már nehéz gyalogságot toborozni. Ugye Argosz a másik. A Peloponnészoszon, amit tud. És akkor ugye még itt van Athén harmadikként. Meg Britiában van egy, de az már Makedóniáj. Ajaj. Jaj, csak a szokás is történt, emberek, a szövetség is én megint így hagytak a francba, amikor kellett volna. Mert akkor nem kellett volna, pontosabban mondva. Zseniális. Jól láttam, elküldtem egy bebörtönzött embert az olimpiára. Között Troizent, azt kirütjük a háborúba. Elszedjük a területüket. Már most sikeresebb vagyok, mint a Halikarnassos-os végigjátszásban. Annál mondjuk nem nehezebb. El tudnék menekülni? El tudok menekülni, akkor refideurozva. Kicsit összeszedjük az erőnket. Hát hiába állok jobban, azért Spárta az még mindig. Így cirkulál föl alá. Pedig azért jóval többen vagyunk, mint ők. Na, közel látom, Epirust éppen elveri Makedónia. Kár, pedig a kettő közül mindig Epirus volt a szimpi. Rontotávar 2-vel rengeteget mentem velük. Legyen. Csinálja a hülyeségeit a tábornak, nem érdekel. Talán, ha együtt mozgunk a seregként, akkor nem fogok odaérni időben. Basszus, pont!
Pont! Ne! Jaj, ne! Ide érnek, gyertek! Ide értek! Ide értek! Nyerjük meg! Jó, fú! Anyátok! Inkább ide jövök. Csak úgyis erre a kis szigetre fognak visszavonulni, akkor én elvállom az útjukat. Anyátok! Nem tudom megtámadni őket. És ide hozok egy-két hajót. Biztosítandó az átkelést. Itt jön 6 darab spártai hajó, meg egy epidaurosz, na mindegy, akkor próbáljunk meg kibékézni egyelőre. Egy átmenni nem tudok. Hát akarok én menni? Nem akarok, elfoglalom Spártát, a franzó nem érdekel. Isten, megint a felét úgy pofáztam végig, hogy mi ez? Be right back-ben voltam, na mindegy. Most már azt hiszem. Imádom az ilyet. Későn veszem észre. Mindegy, hogy jól megvágom. Lényegről úgy sem marad le senki. Én elköltöttem a pénzemet, hogy nem rémlik. Na mindegy. Na, 15 arany megvan. Mit rendeljünk és honnan? Mink van egyáltalán? Hát rendelek ilyen élelmiszert, és akkor alapítok tényleg egy. Alapítok még egy várost. A Memphisből rendelek. Hihetetlen, még mindig 3000 ember. Rohadt lassan jön a manpower, 82 ember havonta, ez loafing konkrétan. De hogy építenem kéne inkább. Legalább itt változás nem nagyon van, remélem ez a Lyktusz ez nem kap vérszemet és nem foglalja el a maradékát is a szigetnek, az nem lenne jó. Mondjuk az, hogy így legalább Spártával is le tudok számolni. Végleg. Sőt, lehet, hogy direkt a Spártát fogom majd megtámadni inkább. Ja. Ugye Messeniával már nem szövetségesek, úgyhogy már csak azért is jobban megérni. Ilyen kis államnak elég négy erős szövetségest kell találnia. Mint Spárta. Isten, folyamatosan halnak meg a hivatalokat betöltő emberek. Na akkor, azt hiszem, most már más rendnél fogok pénzt költeni. Megvárom, amíg kicsit gyűlik, aztán... Aztán a Treasury-be. A Treasury... Mi a szar ez? Leszarom. Nem fizetek senkinek. Szóval építek pár épületet még. Ide, ó, ide tudok egyet. És mi legyen az? Tax office. Adóhivatal. Az kell az embereknek.
Jó, öreg, régi vágású adóhivatal, ami boldogítja az embereket. Azt beépítünk. Spártával oda is építünk majd egy adóhivatalt, nem maradnak ki ők sem a buliba. Nehogy azt higgyék. Még kéne hajó. Amivel átszállni. Bár mondjuk úgyis ezzel a kettővel fogok háborúzni a szigeten. Ezt nem tudom, hogy mekkora erőt fognak tudni felvonultatni. 7-7 kohorszuk van. Hét kohorsz. Ahhoz szerintem még fognak toborozni minimum még hetet, mind a ketten. Jó sokan lesznek akkor. Többen, mint mi. Na de legalább betelt végre ez a nyomorult manpower. Ah, Isten, de hosszú volt. Spártában épül? Igen, akkor Argoszban már fölépült az új adóhivatal. Lovasságot nem tudom, nincs itt a környéken valakinek lova. Livestock, earthenware, horses. Antedonban vannak lovak. Isten, nincs túl sok ló itt. Egy kezemben meg tudom számolni, hogy mennyi. Krétán még annyi sincsen. Tehát a lovam nem egy hamar lesz. Sajnos. Százkét embert kapok most már havonta, helyes. Ez mégiscsak egy nagyobb szám, mint a 70. Ide is építik egy színházat. Spártában hadd művelődjenek. Tanulják meg, hogy nem csak az egymás fogainak kirugdosásával van haszon, hanem a kultúrával is. Na most persze fel tud bomlani Frügia. Csak amikor én játszok, akkor nem. Hihetetlen. Frigyenre volt. Ez is felkelés. Na mindegy. 5 arany jön be, ha mondta, hogy most le vannak húzva a fenntartási költségek, úgyhogy azért jön ennyi. Itt építek egy bányát. Mert építenék, ha lenne rá elég pénzem. 90 arany. Ez rohadt sok. De nem baj, remélem megéri. Bánya. 3 vagy 2 év, anyás. Most már van 3000 fölösleges manpower. Ezt nem fogom igyekezni adoptálni, mert nincsenek tribesmenek itt a Peloponnészoszi félszigeten. Build costot viszont azt megvesszük, olcsóbb legyen az építkezés. Meghalt, ki halt meg? Ja, tábornok. Oha. Van itt egy másik.
Jó lesz az is. Így jó. Ó, manpowert akarja ezt is. Mondjuk gyorsabban nem fogja tolni, de legalább több lehet emberből. Heavy infantry, light infantry. Micsoda? Háború van. Heralja kezdte, nem is mi. Már megint. Hát én átdobom oda, nem dobom át oda, inkább ide dobom át az embereimet. És ugye nekem le volt húzva a pénzem. Hoppá. Ezek itt önhatalmulag akcióval rendőrtek, messze naiak. Félek, hogy el fog minket verni. Jó, most már nem megfordult a csatamenete azzal, hogy beléptem. Helyes. Akkor vissza is megyek Messenájba. Egy Messenébe. Közben meghalt a Tesmotét. Az hát ez kvázi a miniszterelnöknek felel meg. Elkezdték elfoglalni Argoszt. Hát Ostmir. Ajaj, sikerült vele gyalogolnom a pofonba. Hát ezt már nem fogjuk megnyerni szerintem. Á, nem. Vissza emberek, vissza. És ott is megtámadnak? Ja, Isten, most hova megy? Ja, vissza Argoszba, nagyon jó. Na hát emberek, sikerült lenullázni a manpower-emet, pont amikor Attént akartam megtámadni. Úgyhogy most boldog vagyok. Zsír. Hihetetlen. Lúzerek. És hol vannak? Itt vannak. 18 ezeren gyülekeznek. Teljesen elfoglalták Messenájt. Ajaj, ajaj, ne. Akartam. Menjünk el innen. A Spártát támadjuk, mi az? Őket támadjuk meg. Jó. Őket sikerült elkapni. Sikerült legyőzni is őket. Nagyszerű. Elég nagy pofája volt ennek a heránynak, az biztos, hogy basszus. Na basszus, belegyalogoltam a pofonba. Ne, mit csinálok? Szerintem viszont, hogy lehetek ilyen hülye? Jézusom. Hát ezt jól elkúrtam már, bocsánat. Túl korán hoztam el a hajókat, nem bírtam elvinni az embereket, és meghalt az egész, hát felkinyírodott az egész sereg. Mondjuk ki. Ennyi volt. Hát akkor Messenáj az magára van utalva. Attól tartok. Jó, hogy Megalopolis is ellenünk van, akkor azért. I see. Békét kell kérnem, mert én gyakorlatilag most használhatatlan vagyok, nincs emberem.
Ingerlik egymást. Kabaré. Kabaré. De a legnagyobb kabaré az, hogy nincsen hadseregem. De annál nagyobb kabaré nincsen. De szerintem egy zsoldos sereggel meg tudom oldani a dolgot. Legalábbis Attén lerohanását. Ja, én kibőkézek ezekkel, velem szerintem nincs dolguk. Nem tudok kibőkézni, fizetni meg nem tudok. Hát akkor... Hol van? Attén. Most kapok annyi pénzt, hogy ki tudjak fizetni egy teljes hadsereget. Talán. Én visszavonulok ide, ha nem baj, mert ha ezek engem elkapnak, akkor végleg reszelnek. Tizenhármas a hadsereg főparancsnoka, ami nem gyenge, azt meg kell hagyni. És a morál ilyen alacsony, addig nem kockáztatok meg, így nagyon meg kell kockáztatnom az ütközetet. Jó. 10 000 embert vesztettünk, ők 12-t megérte, totál megérte. Nagyon mondjuk zsoldosok. Annyira nem kell túl gondolni, ezért fizetem őket. Ez nem az én manpower-ömből fogja visszatölteni. Mennyi manpower-ük van még ezeknek? 45, Megalopolisnak 52, akkor ez már a végsőket húzza. Egy utolsókat rúgja, jobban mondva. Elkezdték Argoszt támadni, hát ez nem szép. Nem nyert. Na legalább Spártát visszafoglaltuk. Jók, meg visszafoglalták maguknak Messenájt. Helyes. Béke lett? Kibékéztek, jó van. Na akkor én viszont, ha már itt vagyok, akkor megtámadom meg Spártát gyorsan. Csak kicsit meg... Bíztatom egy kicsit a szenátust arra, hogy így is tegyünk. Nincs rájuk lémem. Akkor még nem támadom meg Spártát. Milyen gyorsan generálja? Hát, szerintem ezt persze a következő alkalomra hagyom. Hát akkor emberek, ez volt a fele az imperátornak, amennyit ugye lehetett látni belőle, mert megint nagyon okos voltam, és kitakartam az e felét, de nem baj. YouTube-on élvezhető minőségen lesz fönn. Az a lényeg. Na akkor én voltam, minden fogjuk folytatni. Legközelebb, nem tudom mikor, de legközelebb. Na, sziasztok!